Az UFO csiszológép egy nagyon látványos, modern dizájnt kapott, egyrészt maga a formája, és másrészt a színezése is egy ilyen nagyon szép ombre színhatás a gépen is, illetve a kézi egységen is, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy kedvenc lesz, egyrészt a kinézete miatt, másrészt a tudása miatt. Egy elég erős gépről beszélünk, a fordulatszámát tekintve egészen 35 000-ig lehet fölmenni, és 35 wattos a teljesítménye, úgyhogy egy erős és gyors gépről beszélünk. A kézi egységnek a tárolására itt oldalt látható ez a beállítható kis hely, tehát ez inkább egy kicsi helyet foglaló, de magas gép, úgyhogy érdemes így elhelyezni majd az asztalon. A kézi egység könnyű, talán egy picit könnyebb, mint egyébként a Perfect Drill-nek a kézi egysége, viszont egy picit hosszabb, tehát máshogy helyezkedik el benne a súlypont, máshogy fogja igénybe venni egy picit a kezet, de a könnyűsége miatt ez egyáltalán nem fog problémát jelenteni. Gyors tokmányos, úgyhogy itt is a középső rész elcsavarásával lehet kivenni, illetve visszahelyezni a csiszolófejet, és ez is mikromotoros gép, tehát rezgésmentes és teljesen fokozatmentesen állítható maga a fordulatszám, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó minőségű és erős gépről beszélünk. Az oldalán láthatóak picike lyukak, ide lehet behelyezni a használatban lévő csiszolófejeket, és egyébként ehhez a géphez jár 4 darab csiszolófej, amiket nagyon jól lehet használni leszedéshez is, illetve előkészítéshez is. Ugye vannak benne ilyen kerámiafejek, van benne egy gyémántporral bevont fej, illetve egy csiszológyűrűs fej is, úgyhogy ezeket magához a géphez ajándékba kapjuk. Nézzük a bekapcsolást, ugye ezt a futurisztikus dizájn nem csak a színe és a formája, hanem a kezelőpanel is adja. Egyrészt mutatja számmal kijelezve a digitális képernyőn, hogy mennyi fordulatnál tartunk, illetve egy F és egy R betű fogja jelezni a forgás irányt, mert hogy ez változtatható lesz ennél a gépnél is. Az indítás az a gombnak a megnyomásával történik, tehát kibekapcsolás, és a tekeréssel lehet ugye fölfele a fordulatszámot állítani. Egy icipicit ez hangosabb a legmagasabb fordulatszámon, mint például a Perfect Drill, tehát ez egy icipicit hangosabb gép. Ami viszont nagyon-nagyon praktikus benne, hogy a megnyomással le tudjuk kapcsolni, az újabb megnyomással bekapcsoljuk, és a forgás irányt pedig az érintő panelen tudjuk állítani, és ilyenkor leállítja a gép automatikusan magát, és úgy váltja a fordulatot, ami egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hiszen nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy irányváltásnál lekapcsoljuk a gépet, és ez bizony egy idő után tönkre tudja tenni a belső szerkezetét. Magához a géphez még jár egy pedál, mert hogy kézzel és lábbal is lehet vezérelni, ezt ugye ide ebbe a lukba lehet majd bedugni, és akkor lábbal lehet indítani magát a gépet. Természetesen ez a gép is kompatibilis az összes általunk forgalmazott csiszolófejjel, tehát nagyon jól lehet használni a leszedő fejekkel, az orosz manikűrhöz tartozó mindenféle kisebb, nagyobb és kőfejekkel, illetve az előkészítéshez használatos összes fejjel, például a kiskarbiddal, a galaxi fejjel is tökéletesen működik. Úgyhogy egy abszolút jól kihasználható gépről beszélünk. Az erősségét és a tartóságát, a strapabírását tekintve jó szívvel ajánljuk haladó profi szakemberek számára is, szalonmunkára is tökéletes, és természetesen kezdő tanulóknak is nagyon-nagyon jól használható. Pici kompakt gépről beszélünk, úgyhogy akár hordozható is ezáltal.